üdvözletem innen, most lesz egy vezetős vlog is, itt vagyunk Békésen jelenleg. És hát a mai terv az volt, hogy hát illetve az még most is áll, ugyanból csak némi újratervezést igényelt, hogy ne lehakítom a rádiót, hogy ne zavarjon be. Se a copyright miatt, se amiatt, hogy esetleg engem nem hallatok. A 120-as vonali átépítéseket megyek fotózni, meg videózni, Szabad Kígyós két egyháza, Lőkös háza. Ez a terv mára, meg hogyha még belefél, akkor az alföldi kisvasúton még elmegyek a Szabad Kígyósi, esetleg még az Új Kígyósi állomásig. Na hát most utánad? A probléma az ott kezdődött, mikor elindultam a Smash-sel, hogy akkor még elindult, aztán mentem egy sarkot, hogy megnézem a GPS-ba, hogy pontosan hova kell menni, meg beállítsam. Na, mire ezzel túl voltam, addigra meg nem tudtam újra elindítani, mert nagyon sokat állt szerintem az autó és lemerült állásába az aksia, vagy elustul, tehát egyszerűen nem lehetett beindítani, tehát most kellett egy segélykép, ugye itt az Octavia, erről bevikáztuk, viszont nagyon nehezen indult el már úgy is, úgyhogy nem vállaltam azt, hogy azzal elmegyek, mert biztos, hogy úgy lehet, mert menni kéne vele egy nagy költ és úgy feltölteni, csak hát ki tudja, hogy meddig kell tölteni. Most elmegyek jó messzire és aztán ott nem indul be, akkor utána meg már hogy fogok visszajönni, meg hát onnan már nem olyan egyszerű, hogy két csalokló még jön egy autó, és akkor azzal még be tudjuk indítani, és hát hogyha nincs senki, akkor még megtolni se tudjuk. Úgyhogy aztán végül is azt lehet, hogy akkor mentem, vagy hát jövök az Octaviával jelenleg, csak hát ezzel meg nem olyan lehet földútra menni, viszont az most annyira nem probléma, mert hogy a betonúton be lehet menni az állomásokhoz. Más meg ugye nincs most eltve. Úgyhogy most először Békésebb, aztán majd Szabad Kígyós a vasútállomás, aztán elmegyek még ugyanazon az úton, a betonú között két egyháza fele, aztán jön majd Lőkös háza, és majd onnan vissza. Jó, legalább azért sem, mert most még beugrottam kenyérét is, mert az is kell majd délutánra. Szóval megálltam volna a bolt előtt, biztos nem tudom újraindítani. Úgyhogy most egyre megyünk. Vágatlan videó lesz, mert most az, amit a fedélzeti kamera fölvesz. Egyébként van az autóba is egy, de én a sajátomat használom, mert abba bízik. Ez a szalompálya még a múltkor nem volt itt. Most ebben megoldottuk. Ja. Ez nem az ETS-2, hogy így 80-dal átrugunk itt a gólyák között. Kisütött a nap, legalább ma az eső se esik reggel, igaz is eset. Úgyhogy már csak azért sem jó ötlet földútra menni most, mert ugye esik az eső. Vagy hát esett az eső, aztán ki tudja, milyen állapotban vannak, mert hát ez az autó már nem szereti a földutakat. De ezt az eső, ez jobban bírja. Valahol azt tankkal sem szedik onnan ki. De hát a vonalbejárás az még nem volt úgy se. Na majd most lesz. Bár igazából is olyan, de egyébként az is tervezem, mert az alföldi első gazdasági vasútnak a kaszaperi tartóna, hát azt autóval tervezem bejárni. Majd egyszer valamikor, amikor több idő lesz. Hát most ugye arra van idő, hogy a 120-asat nem meg tudok, talán Szabad Kígyósig az egykori géri állomás épületét meg tudom mutatni. Maximum fölveszem most azokat a slitteket, aztán majd, hogyha azt a vonalbejárást csinálom, akkor ugye azt már nem kell. Úgyhogy ebben a sebességi fokozat is van. Most már át lehet ezért 80-nál kapcsolni hatosba. Igen, mert ez az okos autó az itt a műszertalom is mutatja, hogyha hanyasba vagy, és még azt is mutatja, hogy a föl kéne kapcsolnod.
igazából nagyon más hallgatható itt a környéken nincsen. Vagy lehet a közszolgálatiakat hallgatni, mert a Petőfi az néha egész jó. Hát a Kossuth az már nem annyira, az az állami propaganda. Retro az egész jó, mert azon meg ez a legjobb szám. A Domai Rádió az már megszűnt. Meg ennél betoltam azt a temetést, de már az sincs. Szerintem, hogyha nagyon szalszának annak, akkor meg átkapcsolatom másra. Hogy hallgatok valami podcastet, mert elvileg Bluetooth-szal össze lehet hozni a telefonnal. Nem tudom, hogy tényleg azt meg lehet csinálni, csak fel kell ismertetni a telefont, és akkor YouTube-on lehet valami podcastet hallgatni. Ha lenne egy Bintyőke vagy egy Ikári live, akkor most simán tudnám hallgatni vezetés közben. Jön, itt bányatavak mellett egyébként itt ment jobb oldalt a kisvasút egykor mellett, még így majdnem a kerékpárút helyén. Így gyakorlatilag a kerékpárút az, az a kisvasút töltésére épült. Meg itt ezek a póznák, amiket láttok ott a villany, azért a lácsos betonpóznák mellett vannak ezek a fák. Ez telefonvezeték, és ezeket az egykori távíró póznákra tették. Ugye volt, tehát itt a kis vasút az kb. A kerékpárút nyomvonalát követte, és Bozottyánnál volt egy megállóhely is, meg iparvágányok, egy vagy hát repülővágányok a bányatavakhoz, mert ez homokbánya volt régen, és annak a helyén vannak is horgásztavak. És egészen békésen már gyakorlatilag itt a kis vasút nyomvonalát követszik, de ugye ezt már bejárta meg ezt a földi első gazdasági vasútnak ezt a részét. Itt egyébként jobb oldal, bár szerintem most ebből semmi nem fog látszani, de még egy-két régi távíró búzna is megvan, ott is van egy. Arra nem tudok menni, amerre a kisvasút ment egykor. Ilyen sétáló utca. Ez ugye itt lesz egy körforgalom. Akkor nem építettek, csak szigmelizel ezt az érést, ami elég nagy hiba volt, mert elég sok baleset volt ott, messze beláthatatlan volt. Aztán végül mégiscsak lekolt forgalom szerencsére. Nincs rajta a Bluetooth. Tehát majd ezért egyszer már összepárosítottuk, csak most így bakocsolva a Bluetooth rajta, úgyhogy ezt aztán keresheti, és fogja megtalálni.
és ott elnéztek jobb oldalra, ott van hozzá egy állnak a kerítése, és pont mellette ment egy valaki kis vasút. A következő lámpás kereszteződésnél fordult el a kisvasút balra, hát én most nem arra megyek. És egyébként itt a bicikli út helyén ment valóban egy kisvasút. Csak itt egy ilyen íves balkanyarban fordult rá, itt el a másik utcára. Ha balra mennék, akkor ott lehetne követni, de hát azt már egyszer lejártam, úgyhogy akkor azt érjétek annyival, az már a biciklivel be lett járva. A kisebb kamerával is felvettem, aztán hát az olyan minőségű lett, amilyen, de van. És ez már a vasútállomás utcája. Szabolcs utca, jól emlékszem. Itt is volt egy iparvágány a malom fele. De az ott a volt lakodó, olyat illetve most már a parkoló, egyről ágazott ki, és az ő utcán keresztül ment, viszont volt iparvágány. Errefele is, mert itt volt egy dohánybeváltó valahol, és oda is bevezetett egy. Meg az egykori gépészeti iskola, ahol jártam, az is elő. Ott is valami üzem volt, aminek szintén volt egy kiágazó iparvágánya, ez a fentélpontú jól látszik. És az iskolát se gépészetinek hívják, hanem aztán Nemes Tihamérnak, de hát Nemes Küszöknek 18 éve ballaktan onnan el, úgyhogy igazán érdekel, hogy azóta mi történik ott. Itt van a repülő híd előttünk. Akkor még megnézem azt a régi átjárót, hogyha be lehet addig menni. Ahol az a régi vonalvezetés volt, és ott ott keresztezte színben az Alföldi első gazdasági vasútnak ez az ága, a nagy vasutat. És ott volt egy őrház, és egy oktatófilmet is forgattak ott. És jön szembe egyik halusz. Hát arról pont nem maradunk. A kamera se tudja felvenni, mert akarásom van, de én látom. Csak békési? Nem békési, mert az nem erre jönne. Majd jött el. Jobb oldalt a buszpálya útban az egykori Alföldi első gazdasági vasútnak a rendezője, a végállomása. Annak a helyére épült a buszpálya útból. Ezt beszoktuk. Lesz majd a hűtőházi iparvágány mindjárt, ahol az első forgalmi vizsgán az egyik hibapontot ott szedtem össze, hogy nem 30-an mentem át rajta, hanem szerintem picivel gyorsabban, a 35 körül. De már akkor sem használták semmire. Villogott a fénysorokból szerintem még most is, de oda már vonat nem ment legalább 15 éve. 18 is van már.
Sojmár. Sojmár. Szívem, légy csak egy szótár. Sojmár. Miért ízol Sojmár? Itt van a hűtőházi iparvárban. Ezt is bejártam már, jól emlékszem, bár túl sok látnivaló nincs rajta. És itt van először az égyulai. Aztán meg majd a Csabai vonalnak az égkereszteződése. Most már itt is fénysalompó van, de itt tekerősalompó volt régen. Ezt egyszer még én is letekertem. Amikor még itt megvolt a bakterház, egyszer itt én is tekertem salompót. Pont így olyan bakter volt, aki ilyen haverpúrós fajta volt, aztán megengedte, hogy letekerjem a salompót. Elmondtam, hogy egyszer meg ilyet is csináltam. Itt van mellettünk már a villamosított vonal. És ez volt a régi út, de ez, itt azt az átjárót aztán megszüntették. De mi most megnézzük. Átmenni már nem lehet, hogy vissza kell fordulni. Lassulján. Úgy húzták a vérát, mert becsináltak ilyen zéket is, döccelőket is. És itt volt bizony a régi ölhely, meg a régi átjáró. Na, akkor ezt most itt csinálok egy snittet is, úgyhogy itt most megállok. Itt fel van töltve az aksi, úgyhogy most a motort is nem merem állítani. Hát a másik autóval jöttem volna, akkor ezt most nem merném így megcsinálni, hogy állítom a motort. Akkor járva kellett volna még hagyni, hogy biztosan töltsön annyit, hogy még el tudjuk a fényképezőt elő kéne szedni, meg a kamerát. Aztán mindjárt. Van itt egy napszemüveg. Most szépen viszont a szemébe. Ez nem az enyém. És nem hagyjuk benne a kulcsot, mert a központi zár lehet, hogy lázárja. Okos autóknál még el is vigyázik el, hogy ki lehet fogad a zár. Nem tudom, inkább zsebre vágom a kulcsot, mert a megelőzendő az ilyen hideg. És feltámadt a szép. Vagyunk már szabad ki gyorsan. Felszereltek egy villogót is most már, itt még meg van még a tekerős salompó. De itt lesz az állomás. De egyébként meg fog maradni, és a hőemlékvédelmi állomás épület is megmarad. Ott lesz a vízbel, viszont személyi forgalom nem lesz. Tehát úgy tudom, hogy a pedonokat se építik. Ugye most se áll meg már menetrend szerint itt semmi. De ugye ez az iparvágány is megmarad, mert ezt talán még néha használják, bár nem úgy néz ki, elég most társaság, de a lakodót viszont használják, mert gabonát azt szoktak itt.